A Karcag Televíziónak küldött csütörtöki elemzés szerint a portálon leadott foglalások alapján az idén a második negyedében a főváros után Siófok és Eger vonzotta a legtöbb vendéget. Minden ötödik foglalás a Balaton térségébe szólt. Az észak-magyarországi régió követte a foglalások 17%-ával, a harmadik helyen pedig a főváros és környéke végzett a foglalások 12%-ával. Országosan az egyfőre eső éjszakánkénti átlagár április-júniusban 11 ezer forint volt, ez 39%-os növekedés 2019-hez képest. Közölték, az idei második negyedében az áprilisi négynapos húsvéti hosszú hétvége és június elejére eső háromnapos pünkösdi hosszú hétvége a belföldi turizmus meghatározó mozgatórugói voltak. A szállás.hu adatai szerint a húsvéti hosszú hétvégére már valamennyi partnerük április elején teltházat jelzett, a pünkös viszont lassabban fogyott. A második negyedében a szállás.hu által közvetített bruttó szobaárbevétel 57%-kal nőtt 2019 második negyedévéhez képest, amikor ebben az időszakban utoljára lehetett hasonló feltételekkel utazni. Ugyanakkor a foglalások csupán 15%-kal, a vendégek száma pedig 13%-kal bővült. Nem lélegezhettek fel a hazai turisztikai szereplők ebben a negyedében sem. A hosszú hétvégék élénkítették a turizmust. A háború miatt kieső orosz vendégek, a szektorban erősödő munkaerőhiány és az időjárás nehezítette az ágazat helyzetét. Kitért arra, hogy a foglalási szint magas a nyárra, közben a kereslet tetőzni és lassulni látszik. Hasonlóan a pandémia előtti évek szezonalitásához. Idén ősszel egyetlen hosszú hétvége lesz, viszont az négy napos, mivel minden Szentek november 1-je kedre esik. A hosszú hétvégék iránt mindig kimagasló a kereslet. Érdemes előre tervezni és lefoglalni az áhított szállást.